Abban az időben Jézus többször felhívta tanítványai figyelmét arra, hogy neki Jeruzsálembe kell mennie, sokat kell szenvednie a vénektől, főpapoktól és az írástudóktól. Megölik, de harmadik napon feltámad a halálból. Erre Péter félrevonta őt, és óva intette. Isten ments, Uram, ez nem történhet veled. Mire ő Péterhez fordult. Távozz tőlem, Sátán! Botránkoztatsz, mert nem az Isten ügyére van gondod, hanem az emberekére. Azután így szólt tanítványaihoz. Ha valaki követni akar engem, tagadja meg magát, vegye föl keresztjét és kövessen. Mert mindaz, aki meg akarja menteni életét, elveszíti azt, és aki én értem elveszíti életét, megtalálja azt. Mert mit használ az embernek, ha az egész világot megnyeri is, de a lelke kárt szenved? Mit is adhatna az ember cserébe saját lelkéért? Az emberfia pedig el fog jönni atyának dicsőségében, angyalai kíséretében, és megfizet mindenkinek tettei szerint. A mai szentlecke röviden összefoglalja azt, amit Szent Pál apostol az emberi tanulásról beszél, mégpedig nem akármilyenről, hanem amit éppen Ágoston napján, illetve az Ágostonról szóló szentmisében tegnap imádkoztunk, hogy egy a ti mesteretek Krisztus. És ezzel Ágoston nem azt mondja, hogy mástól nem lehet tanulni, hanem Krisztust, mint egyedüli mestert jelöli meg, olyan mestert, akitől nem kívülről tanulunk. Vagyis nem iskolás módon, és tegyük hozzá, nem is emberi módon tanulunk, hanem Jézus az a tanító mester, aki belülről tud csak tanítani. A Szentlélek, ugye amikor eljön, az egyház lelke és az egyházat tulajdonképpen megalapító isteni lélek, isteni személy, akkor egyúttal azt az ajándékot kapja meg az egyház, amelyre ugye az evangéliumok azt mondják, hogy elvezet, megtanít benneteket, mindenre elvezet benneteket, a teljes igazságra, ő az örökké veletek maradó vigasztaló, ezek az evangéliumnak a jelzői. Egyúttal a Szentléleknek a tevékenységét is jelzik, vagyis a lélek lesz az, amely bennünket mindig belülről tanít. És Jézus megmondja világosan a tanítványoknak, az enyémből adja. Vagyis mindaz, amit a Szentlélek közvetít, az Jézus Krisztustól jön, és semmi olyat nem ad, ami nem tőle jön. Éppen ezért, amit sokan a léleknek tulajdonítanak, ugyanakkor Jézus tanításával ellenkezik, az biztos, hogy csak emberi vélekedés. Jeremiás próféta ennek a folyamatnak, ennek az isteni műnek, az egyéni életben megmutatkozó isteni műnek tulajdonképpen a nagy előképe. Ahogy a bevezetőben is mondtam, őt tartjuk Jézus előképének, az egyik legnagyobb előképének az Ószövetségben. Jeremiás, aki mindig az Isten akaratát keresi, és ugye itt van egy panasza, mikor hosszú időn át már mindig az Isten akaratát hirdette, és mindig csak gyalázatára válik az isteni szó, mert hogy amit ő hirdet, nem mindjárt következik be. Éppen ezért kigúnyolják. Kigúnyolják, mert nem értik Jeremiás szavát. Nem azt mondja, hogy az Isten itt és most tart ítéletet, hanem azt mondja el, amit igazában az Isten akaratával szemben, a nép életében hibaként hozható fel, és hibaként említhető meg. Nem arról van szó, hogy az Isten azonnal rendet akar csinálni, hanem éppen ellenkezőleg. Arra hívja meg a népet, hogy tanuljon tőle. És Jeremiás csak azért küldi, hogy figyelmeztesse a népet, hogy akarjanak is az Istentől tanulni. Szent Pál apostol ezt élezi ki. Amikor mi nagy bőjtben, és olyan főleg olyan nagy előkészületi időkben, akár adventben, akár
A nagybőjben emlegetünk, hogy önmegtagadás, meg mindenféle aszketikus gyakorlatok, ott nem arról van szó, hogy valamiről lemondunk, és erről beszél Pál, hogy az Istennek nem külső cselekedetekre van szüksége, akkor ezt elintézhetné akármelyik cég is. Ehhez nem kell a Szentlélek. Hanem amikor az egyházról beszélünk, akkor éppen Pál apostol világít rá, hogy az Istennek magára az emberre van szüksége. És nem egyszer az embernek épp ezt az életet kell kicsit furcsán látnia, hogy az Isten egészen máshogy viszonyul ehhez az emberi élethez, mint mi magunk. És hogy mennyire másként. Ezt az evangélium mutatja be, ugye Jézus többször megjövendöli azokon a bizonyos prófétai utakon, ahol az apostolokkal együtt van a szenvedését, hogy hova tartanak. Különböző evangéliumok szerkezetében ugye ott is van erősen, hogy van egy bizonyos út, az a végső út Jeruzsálem felé, aminek a vége a kereszt. És ezt, ennek a folyamatát, az ő szenvedésének, az ő sorsának, tulajdonképpen a beteljesedését előre megmondja a tanítványok. És erre mondja Péter, ugye nem olyan rég még kősziklának nevezte Pétert, Jézus most pedig sátánnak emlegeti, elég nagy a változás Péter életében, mert hogy ő sem nagyon akar tanulni. Ő is másként érti a dolgot, hogy Isten mentsen téged ettől, Uram, hogy te szenvedj, ez nem történhet meg veled. És ugye Péternek azt mondja, hogy távozz tőlem, sátán. A megkísértés jelenetében, amikor Jézus a keresztsége után a pusztába kerül, akkor ugyanezt mondja ott a sátánnak, a kísértőnek, mert a sátán is úgy gondolja, hogy nagyszerű megváltási módok kínálkoznak itt a történelemben. Kenyeret kell adni, a tanítványok, ugye János evangélium beszámol, hogy arról, hogy a kenyérszaporítás után királlyá akarják koronázni. Ez egy nagyszerű megváltó lenne, ha már van kenyerünk, ha van hatalom, és ugye az Istent is elvetjük, és mi magunk válunk Istenné, akkor ugye biztosítva áll, hogy madács írja nagyság és erény, a mi kezünkbe került minden. És erre mondja, mert hogy Péter is így gondolkodik, erre mondja Jézus Péternek, hogy te sátán vagy, hiszen a sátán ugyanezt akarja. Te is ugyanúgy gondolkozol, mint a sátán, meg sokan mások. És ugye erre mondja, hogy botránkoztatsz. Ugye a botránkoztatás azt jelenti a Szentírásban, hogy valaki előtt elálljuk az utat az Istenhez. Ez a botránynak a fogalma, a szentírási fogalma. És ugye erre mondja, hogy te elállsz, te az utamban vagy. Tehát olyan szikla akar lenni Péter, amelyik az emberek útjában áll az Istenhez vezető úton. Ugye ez a távozz tőlem az eredeti szövegben, hogy menj a hátam mögé, tehát hogy tűnj a szemem elől, hogy ne előtte legyen, hanem mögötte. Neki követnie kell, ugye majd ez lesz az utolsó Péternek intézett szava Jézusnak, hogy te kövess engem a János evangéliumban, és ne előttem legyél, hanem mögöttem. Ez az a mai evangéliumnak az első része. A második szakasz egy mondásgyűjtemény, amit valószínű, hogy Jézus a maga követésére külön-külön mondott el, Máté azonban itt egymás mögé irogatva hozza őket. És a lezáró szakasz pedig annyi, hogy az emberfia pedig el fog jönni atyának dicsőségében, angyalai kíséretében, és megfizet mindenkinek tettei szerint. Ez a bizonyos el fog jönni, Péter feladata az első részben, aztán a követésre szóló felszólítások. Úgy tűnik, mintha egy nagy időhorizontot nyitnának ennek a bizonyos eljövetelnek a végpontjáig, amikor is majd minden lezárul, és akkor az Isten kvázi bíróként lezárja a történelmet. Azonban, ha a húsvéti jeleneteket és az egyház húsvéti hitét nézzük,
hogy az emberfia el fog jönni majd atyának dicsőségében, angyalai kíséretében, akkor ezt az evangéliumok nem kitolják időben, a követést nem úgy képzelik el, hogy majd valamikor ez megvalósul, hanem ellenkezőleg igazából az egyház alapjául jelölik meg ezt a bizonyos eljövetelt, ugyanakkor nem csak alap ez, hanem valamiképpen egy folyamatosan megvalósuló esemény is. A Máté evangéliumban a Jézusi feltámadást úgy írják le, úgy írja le Máté, hogy egy nagy földrengés támad, azt a bizonyos követ, ugye elkerül az a kő Jézus sírjának a bejáratától, mégpedig a következőképpen. Hirtelen nagy földrengés támadt. Az Úr angyala leszállt az égből, odament, elhengerítette a követ, és ráült. Vagyis ez a bizonyos, az emberfia eljön az atya dicsőségében, és angyalai kíséretében ez itt már ugye megjelenik. Megjelenik, hogy angyal jön el, és kinyitja a sírt. Kinyitja mindazt, ami az Isten művéből halottnak látszik. Megnyitja az utat. A kőszikla már nem áll az ember útjában, meg lehet nézni, látni lehet azt, hogy mit tesz az Isten az emberért. És ugye ezután jön az, először is az angyalokat látják az asszonyok a sírnál, Jézust azonban nem. Jézus, mikor az asszonyok elmennek a sírtól, akkor jön velük szembe Jézus, és itt találkoznak vele. És ha megfigyeljük, éppen arról van szó, hogy az asszonyokkal való minden találkozásban Jézus küldetést ad. Nem kér semmit, nem is nagyon kérdez semmit. Mindig csak arról beszél, hogy menjetek. Menjetek, vigyétek hírül testvéreimnek, és akkor itt jönnek a különböző üzenetek, hogy maradjatok a városban, vagy hogy menjenek vissza Galileában. De ezek a megjelenések, és ugye mindig arról van szó, hogy az angyalok jelentek meg, őt magát azonban nem látták. Péter, amikor a maga egyház képét lefesti, a Péter levélben olvassuk, hogy ti bár nem láttátok, mégis hisztek. És ebben jelöli meg Péter tulajdonképpen a mi helyzetünket is, hogy nem láttuk Jézust. Ugyanúgy, ahogy ezek a bizonyos asszonyok sem ott a sírnál, csak az angyalokat látják, mégis küldetést kapnak. Péter így látja magát, az egyházat, hogy mi sem látjuk, mi sem láttuk, mégis hiszünk benne. Ennek a hitnek a megvalósulása éppen abban áll, hogy az Istenhez kell térnünk, és ahogy Péternek a sorsa itt az evangéliumban, hogy szikla és sátán fordul, valamiképpen tőlünk is ezt kéri az Isten, hogy egyre inkább forduljunk hozzá, hiszen nem csak az a bizonyos egykori alap létezik, amikor Jézus visszatér, mindig adományokkal, ajándékokkal tér vissza. És ez az, amire mi is számíthatunk. Éppen azáltal tanít bennünket, hogy már eljött angyalainak kíséretében, és a feltámadt testben, vagyis az atya dicsőségében, és olyan lelki kincseket adott egyházának, mindannyiunknak, amelyekből tanulni kell. Ha rossz tanítványok vagyunk, akkor ismételten mi is ezt kapjuk, amit Péter kap, amit Jézus már a működése kezdetén tulajdonképpen elutasított a sátán kísértéseivel, kísértéseikor, hogy ne elé álljunk, hanem álljunk mögé és kövessük őt. Régen elvetett dolog az, éppen Jézustól elvetett, hogy milyen megváltást kérjünk, vagy éppen milyen megváltást várjunk. Jézus azt mutatta meg, hogy milyen megváltást várhatunk. Ebből a mintából kell tanulnunk, éppen észre kell vennünk azt, hogy önmagunkat kell adnunk az Istennek, nem pedig valamilyen külsődleges tetteket. Jeremiás nagy előkép.
Jeremiás egyúttal az imádság embere, az Istenre figyelésnek az embere, aki folyamatosan tanulni akar az Istentől, meg akarja érteni az isteni logikát, az isteni szeretetnek a stílusát. És ő is úgy gondolja, hogy azt gondoltam, hogy már nem törődöm vele. És mégis valamiféleképpen ott van az a láng Jeremiás életében, amely újra és újra az Istenhez fordítja, és ebben mi is remélhetünk, hogy ez a tűz, ez a bizonyos Szentlélektől kapott tűz az egyház életében nem fog kihunyni. Inkább fogadjuk el ezt a bizonyos, már meglévő ítéletet, vagyis a megváltásnak az ajándékait, és mindig ez a legfontosabb, hogy az ajándékok úgy kerülnek az egyház életébe, hogy megfizet mindenkinek tettei szerint. Az isteni ajándék senkit nem fog deformálni, senkinek nem veszi el a szabadságát, senkinek nem veszi el az életét. A tettei szerint adományokkal és ajándékokkal úgy lehet megfizetni, hogy azt adunk valakinek, és csak azt, amelyre képes, vagy amit képes felhasználni. Az ítélet ez, hogy az ember az Isten ajándékaira számíthat, akkor, ha az ember képessé teszi magát arra, hogy ezekkel az ajándékokkal helyesen éljen. Nem ad többet, sem kevesebbet, sem mást. Nem nélkülözhetjük, és nem is nélkülözzük a kegyelem rendjében azt, amire szükségünk van. De amire képessé tesszük magunkat, meg fog nekünk fizetni tetteink szerint. Nagy ajándékokra számíthatunk, ha követjük.